Hogyha te is szeretnél kiváló filmes, sorozatos, illetve videójátékos termékeket vásárolni, akkor mindenképp látogass el az xonhu ra ahol a Geek City számos kedvezményhez juthatsz. Link a leírásban. A tervezők, vagy más néven pilóták, spacejackik, oceánok, vagy malák egy ismeretlen eredetű ősi Földön kívüli faj volt. Az egész galaxis legfejlettebb technológiájával rendelkeztek, különös hangsúlyt fektetve a géntechnológiára. Az emberiség megteremtésének tulajdonították a tervezőket, akikről úgy vélték, hogy valamiféle jótékony teremtők voltak, és a csillagok között hajózva terraformálták az ősi égi testeket, és elültették rajtuk a biológiai élet magvait. De a rövid kis bevezetés után akkor nézzük meg részletesen a történetüket. Először is vizsgáljuk meg a nevüket, mert a tervezőknek számos különböző neve van. A Tanaka 5 planétán talált táblák oszianokként hivatkoztak rájuk, míg az LV-426-ról származó elhagyatott űrhajó üzenete egy malákák néven ismert fajra utal. A tervező nevet Elizabeth Shaw és Charlie Helövéi adta, mivel ez az életforma volt felelős az emberi faj megteremtéséért. A tudományos nevük eredetileg pedig Mundus Givarni volt, univerzális pilóta lefordítva, körülbelül. Miután Elizabeth Shaw feljegyzését valamivel az eltűnése után megtalálták, egy sokkal megfelelőbb nevet adtak a számukra, miután kiderült, hogy ők voltak az emberi faj elődei, ez a név pedig a homogenitor, vagyis az ember teremtője volt. A tervezők rendkívül sápat humanoidok voltak. Szörtelenségük, magas ornyergük, felhúzott szemöldökük és rendkívüli magasságuk alapján könnyen megkülönböztethetőek az emberektől. A bőrük alatt könnyen észrevehetőek az ereg, a szemük pedig fekete. Bár egyes bizonyítékok arra utalnak, hogy akár 4,5 méter magasak is lehettek, viszont a hivatalos adatok szerint átlagosan 2,7 méter magasak voltak. Izomzatuk nagyon hasonlónak tűnik az emberekéhez, és láthatóan szorosan illeszkednek az emberek általános testfelépítéséhez. És úgy tűnik, hogy rendkívül erősek és ellenállóak is voltak, tekintve, hogy az utolsó tervező úgy ölte meg Peter Vényland kísérőit, hogy egyszerű ütésekkel csak úgy arrébb dobta őket, és arra közeli lövésekkel szemben is ellenállhatatlan volt. Ez az egyed azonban egy biomechanikus ruhával volt felszerelve, amely valószínűleg szintén növelte az erejét és az állóképességét is. Az Elian Covenantben látott negyedik bolygóról származó tervezők azonban primitívebbnek tűntek, és kisé máshogy is néztek ki, mint azok, akikkel a Prometheus legénysége találkozott az LV 223-on. A szemük jobban hasonlított az emberekéhez, sokkal változatosabb volt a testalkatuk, és úgy tűnik, hogy magasságuk is változik szemben a prometheus látottakkal. A Prometheus egyik kivágott jelenete, illetve a Covenantben látott népírtás során a hangjukat is hallhattuk, amely szintén emberszerűnek nevezhető, és a tervezők élettartalma pedig körülbelül 150 évre szacsolható. A tervezők kultúrája minden bizonyal rendkívül modern dolgokat tartalmaz, ilyen például a nyelv, a művészet, a zene vagy az öltözködés. A zene különösen erős eleme a kultúrájuknak, mivel egy speciális fuvolaszerű hangszerrel tudják beindítani a fejlett technológiai eszközeiket. Feltételezések szerint a tervezők a zenében nem csak hangokat, hanem színeket, formákat és szavakat is látnak. A tervezők nyelvét a proto-indoeurópai nyelvegyi változatához hasonlították. Bár puszta spekuláció, Elizabeth Shaw elmélete szerint a női osziánok vezető szerepet vállaltak a társadalomban, míg a férfiak katona, kézműves és filozófus pozíciókat töltöttek be. Egyes teóriák szerint a fajnak lehet egy kasztrendszere, amely megkülönbözteti a civil és a militáns típusúakat. A legtöbb lakhelyükön és településükön pedig több óriási kőből készült fejet láthatunk, amelyek a civilizációk hat vényének egyikét képviselik. A tervezők szoros kapcsolatban állnak a szenomorfokkal, amelyre már a legelső filmben is volt utalás, ugyanis ebben az alkotásban szereplő tervezői űrhajó egy bombázó volt, és biológiai fegyverként használták a szenomorfokat egy ismeretlen faj elleni ősi háborúban. Van néhány bizonyíték, ami ezt alátámasztja, például a szenomorfok biomechanikus természete. A Prometheusban kiderült, hogy egy magányos tervező volt a felelős az emberi faj megteremtéséért. Feláldozta magát, amikor népe elhagyta az üres földet. És olyan szereket ivott, amelyek feloldották őt és DNS-ét a bolygó első mikroorganizmusaira cserélték. Az emberiség végül ebből az áldozatból fejlődött ki, így a malakák lehettek az emberi faj ősei. Tehát az emberi DNS és az óceáni DNS gyakorlatilag azonos. A magányos teremtés oka, amiért ezt tette, eddig ismeretlen, bár úgy tűnik, hogy fajta nem tartotta megbecsülve az utódait. A fegyveri alakított fekete folyadékot szállító teherhajók tucatja indultak volna el a földre, hogy a kórokozót szabadon engedjék, és hagyják, hogy az eltörölje az emberiséget. Csak hogy a tervezők valahogy elvesztették az irányítást a fegyverek felett, és végül elpusztultak. A Prometheus legénysége úgy vélte, hogy az általuk felfedezett elhagyatott bolygó egy fegyver és fejlesztéssel foglalkozó hely volt, ami hitelt ad annak az elméletnek, hogy a tervezők háborús és népírtási célnal hozták létre a szenomorfokat. Prométeusz legénysége azt is megjegyezte, hogy a tervezők az LV 223-on már körülbelül 2000 éve halottak voltak. Ez pedig olyan teóriákat alkotott meg, hogy a tervezők körülbelül 2000 évvel ezelőttig jó viszonyban voltak az emberekkel, de egy bizonyos esemény bekövetkezett, ami miatt ellenségesé váltak velük szemben. A tűz és kőképrején sorozatban több mint egy évszázaddal a Prometheus eseményei után egy tervezőt láthatunk, aki megpróbál kiirtani minden életet az LV223-on, mind a szenomorfokat, és mind a Cserion legénységet egyaránt. Angela Foster tudós egyébként úgy vélte, hogy a tervezők azért ellenségesek, mert az emberiséget csalódásnak vagy hibának tekintik. Ridley Scott rendező korábban elmagyarázta, hogy a tervezők időről időre ellátogatnak az általuk teremtett világokra, hogy ellenőrizik teremtményeiket. Ha azok csalódást okoznak, akkor kórokozóval kiirtanak egy egész fajt, és mindent elkezdenek leges legelőről. A tervezők rendkívül fejlettek a géntechnológiában, és saját űrhajókat is építettek. Néhány szenobiológus azt feltételezi, hogy a tervezők technológiái nem a sajátjuk, hanem valójában náluk is nagyobb lényeké, a Space jackiké. Az LV 426-tól látható hajó rakterét szenomorf tojásokkal töltötték meg, amelyeket egy kék elektromos köd alatt tartanak stázisban. A tervezői templom belsének felfedezése közben David megfigyelt egyfajta nyálkát, amelynek belsében energia volt, amit gombok megnyomására, ajtók és tárgyak aktiválására használtak. Továbbá képesek voltak a hologramok készítésére, légkörök terraformálására és talán még az evolúció felgyorsítására is. Egy tervező első maradványait először egy elhagyatott űrhajóban fedezték fel, amikor a Nostromo legénységének tagjai az LV-426-ról még felderítetlen műholdról érkező vészjelzés forrását kutatták. Nem sokat tudni arról, hogy hogyan zuhant le a tervező, vagy Space Jackie hajója, vagy mit csinált a hajó lévő szenomorf tojásokkal, de létezik egy nagyon-nagyon érdekes elmélet, úgyhogy nézzük is meg, hogy ez mit akar. Szóval egy tervező szenomos tojásokat szállított fegyverként egy olyan rekeszben biztosítva, amelyeket elektromos köd borított. Azonban egyszer csak kikelt az egyik arctámadó, és váratlanul rávetette magát a pilótára. Az oszciáni képtelen volt manőverezni az űrhajóval, és a kálpámos nevű gyűrűs gázóriás bolygó körül keringő LV 426-ra zuhant. A pilóta, aki később magához tért, vészjelzés küldött, de az nem ért célba, és végül a megtermékenyítés követően életét vesztette. Szóval összességében még mindig azt lehet elmondani, hogy rengeteg kérdés és rejtély van a tervezők körül. Ez még mindig egy nagyon érdekes téma szerintem az Alien világában, és én tényleg csak remélni tudom, hogy egyszer újra visszatérnek hozzájuk, és kapunk egy egyértelmű választ velük kapcsolatban, ami igazából megtörténhetett volna a Covenantbe, csak hát drága Ridley Scott barátunk nem úgy döntött, ahogy a sok rajongó szerint kellett volna, és tényleg jó lenne egy egyértelmű válasz, egy biztos válasz, ami letisztázza azt az egészet, akár csak például a szenomorfok eredetével kapcsolatban. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenki írjátok, hogy ti mit gondoltok a tervezőkről, és addig is like, feliratkozás, megosztás, szuperközi, amit csak tudtok, tegyetek meg, legyünk minél többen, legközelebb találkozunk. Szevasztok!